Jó reggelt kívánunk természetesen a rádió hallgatóknak és a Spirit FM hallgatóinak. Itt van Borkai Zsolt, korábbi Győri reggelt, polgármester, aki ismét erre a pozícióra vágyik. Jó reggelt kívánok! Gavra Gáborra fogjuk együtt kérdezni a volt polgármestert, a naphíre.hu főszerkesztő. Jó, társum, Jó reggelt, Gábor. Adott egy interjút a Magyar Hangnak, ahol Lakner Dávid kolléga kérdezte, és remélem, hogy jól idézem. Azt mondta, a kegyelmi ügyről tértek át erre, hogy magánemberként ment el 2018-ban arra bizonyos bulira, amiről kijöttek a felvételek, és persze nem akarja a felelősségét elkendőzni. Remélem, hogy jól idéztem. Megteheti egy polgármester, hogy azt mondja, hogy ő most most magánember, most közszereplő. Tehát mi a különbség a között, hogyha egy ilyen fogalmazunk így, ahogy ön fogalmazott bulira magánemberként megy el egy közszereplő, és mi a, különbség a között, hogy a közszereplőként megy el? Azt szeretném kezdeni, hogy a magánügy az attól magánügy, hogy az érintett hogy gondolja. Tehát az, hogy mások hogy gondolják, én azt gondolom, hogy ez egy részletkérdés. Mindenkinek kell, hogy legyen magánélete, tehát e tekintetben teljesen mindegy, hogy most egyszer közszereplőről vagy magánemberről beszélünk, az emberek hogy értékelik ezt a fajta dolgot, én azt szerintem a legeslegfontosabb dolog az, hogy az érintett személy hogy érzi ezt a dolgot, és én azt úgy érzem, hogy annak idején valóban, mint magánszemély voltam ott. De én azt gondolom, hogy ezt a mutat lezártuk, tehát próbáljunk egy kicsit előre tekinteni, nem azért, mert a kérdésére válaszolok, de szerintem már de érte... a tanító. De amit most válaszol polgármesterről, az előre tekint egy kicsikét, hogy hogyan fog értékelni a következő éveket polgármesterként, hogyha magánember lesz éppen adott pillanatban, vagy a polgármester. Nem úgy van az, hogy egy polgármester attól az, hogy mindig méltó erre a pozícióra? Én azt gondolom, hogy a győriek az elkövetkező időszakban polgármestert fognak választani. És akkor mondhatnám egy kicsit kemény kifejezése, hogyha visszajöttek, nem pedig egy erénycsőzt. Ugye, bár hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor mondhatnám azt is, hogy, hogy, pozitív dologban, tehát hogyha már van egy küzdelem, mint polgármester választás is az előtte az erkölcsösség kérdésében, akkor egyikben sem állok túlságosan rosszul jelen pillanatban az ellenfeleim tekintetében. De én azt gondolom, hogy ezt a várost az elkövetkezendő időszakban vissza kell állítani siker útjára, tehát a vissza-visszatérő régi mondatok szerintem már a győriek tekintetében odé van. Van egy vágyokozás ebben a városban. Ez a vágyokozás pedig az, hogy legyen ismét győri olyan sikeres, mint az elmúlt időszakban volt minden nemi dolgot háttérbe teszik, hiszen tudják, hogy 13 évig hogy vezettük együtt közösen győrőkkel ezt a város, és mi mindent tudtunk. Előbb mondott valami keményet, bocsánat kollégák, Dézsi Csabát erkölstelenséggel vádolja? Azt mondtam, hogyha... ha Ebből az oldalban, amit önök kérdeztek, ebbe az irányba megyünk, akkor és az erkölcsnek a mértékét nézzük, akkor azt mondtam, hogy ebben sem állok rosszul. Na Tehát de, 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 de itt, itt a, azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a, a, az Egon kérdése teljesen jogos, hogy akkor viszont ahogyan annak idején valaki előállt az önök esetében felvételekkel, akkor viszont szerintem ne sejtessen a polgármester úr, hanem melyik ellenfelének milyen erkölcsi kihívásai vannak, vagy mikkel mi, mi küzd. Ha jól értem, akkor ezt nem, 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 ezzel, nem, nem ezzel akarok foglalkozni, természetesen vannak És nem is kell, hogy mivel a kérdés ebbe az irányba ment, hogy egyébként az én erkölcsösségem és az én magánéleti kérdésről tettek fel, és ezzel kezdték, akkor én azt gondolom, hogy erre nekem azért reagálnom kell, hogy ugye polgármester választás lesz most majd az elkövetkező időszakban. És szerintem egyébként a győriek nem az elköltségesség kérdését nézik most, hanem azt nézik, hogy ez a város jelen pillanatban milyen állapotban van, és ez nagyon-nagyon ez fontos. Tehát ki lehet élezni természetesen arra, és én szerintem az emberek vágynak arra, hogy ez a város meg jól működjön. Félre lehet terelni a gondolatokat, lehet sok-sok más dolgot mondani, de az biztos, hogy az én lemondásomnak az elsődleges és csak is legfontosabb dolga az, az, az erkölcsösség miatt történt meg, hiszen akkor az a támadás, azok a felvételek, amelyek megjelentek, egyértelművé váltok, hogy erre mindent felépítettek, tehát minden más dolog, és aztán a későbbiekben be is bizonyosodott pusztán álhírek, vagy pedig nem jó információk alapján, vagy direkt nem jó információk alapján történő. Na de most ez változás. politikai kényszer volt, hogy lemondott, hogy az erkölcs alapján mondott le, nem? most ez a mondat, ez mind a két állítást tartalmazta. Azért, azért, azért mondtam, ugye most ismét visszatérünk a korábbi időszakra. Én azért nagyon örülnék neki, hogyha, és én szerintem a győriek ezt akarják hallani, egy kicsit győrről beszélnénk. Beszélhetünk az én elkölcsösségemről. Nem csak ugye mond a mondatokat, vagy? amire muszáj reagálni, nem, azokat nem lehet itt hagyni. Tehát ugye kvázi megvádolja a mostani kihívóit vagy ellenfeleit azzal, hogy, én hogy erkölcsileg a, én ők a, én sem állnak túlságosan mondam, stabil Ha ebben akkor. a versenyben kellene indulunk az elkövetkező időszakban, akkor nem állok rossz helyen. Na, tehát hát nem ez, De hát tehát a nem múlt ismeretében elég de erős ez, vád. Én azt gondolom, hogy elég ez a kifejezés, és mindenki hát gondolja bele. Kettős mérce, mert ugye kettős mérce, mert magára vonatkoztatva azt mondja, hogy önök magánember volt, meg amúgy sem erkölcsös szállasztanak, hanem polgármester. Az ő esetükben, meg akkor ez egy felróható hiba, az erkölcsösség Nem, hiány. nem, nem. Hát akkor... én, azért, én azért maga az emberek akkor abban a szituációban nagyon értékelték azt, hogy mi történt, történt velem, mit hozott ki a sajtó, milyen felvételek vannak. Én azt gondolom, hogy a mai világban csak abban az esetben tudják besorolni az embernek a munkáját, amikor amikor egy ilyen jellegű erkölcsöt sértő dolog kijön, abban a pillanatban az addig elvégzett munka szinte semmit nem ért. Tehát egy nagyon jó politikai támadási felület, akit mindenkit le lehet alázni eltekintetben, de magam elvégzett munkát, azt, azt nem tekintik semminek sem. Most ellentétben lehet, csak a, a győriekkel, nem ellentétben a győriekkel, ellentétben a győriekkel, akik annak ennél annak megválasztottak. Tehát akkor legyünk tisztában. Amikor ezt mondtam, nagyon sok plegyka terjeng a városban, de a nem szoktam adni. És maga a konkrétum... Hát, eh, ahhoz képest rá, egy tévéstudióban bemondja. Ma, é, 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 jó, akkor kezdjük azon, hogy é, nagyon foglalkoztatja a várost az, hogy hogy mi történt egy olyan nagy rendezvényen, ahol több száz ember részt vett. Erkölcsös magatartása az, hogyha botrányos módon mondjuk egy polgármester egy adott szituációban tetlegességig fajló dolgot követel. Mit? Ez egy uh, nagyon súlyos állítás. Nagyon mint, súlyos állítás. És ezt, ezt tudja ez bizonyítani? De nem is akarom bizonyítani, mert nem az én hát dolgom. Hát, na de hát, hát mégis, bemondja, is, hát bemondott valamit. Nem, 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 ilyet nem, nem, lehet. Ezek nagyon súlyos állítások, de tudja az a helyzet, hogy 300 ember látja, mi történik ebben a szituációban. Most mondjuk, kö... mi pont nem voltunk ott, meg szerintem a nézőink javar sem. Mi történt? Uh, Dézsi Csaba valakit? Ez nem az én dolgom, hogy ezzel Na de hát élő adásban elmondja, hogy nekünk itt az a dolgunk, hogy bizonyítékot kérjünk erre, hogyha ez van, ha nincs, akkor meg elhatárolódjunk ettől, mert ugye olyan állítást tesz, amit egyelőre hát nem látunk csak azt mondtam, hogy történt olyan esemény ott, ami szerintem az erkölcsi határát csúrolja. Én És azt szerintem az 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 szerint az nem, nem akarok foglalkozni. Okay. Egyébként, hogyha mint oknyomozó, ö, hát oknyomozó újságírók, és ezt tekintetben én azt gondolom, hogy ma áll olyan szinten, akár a sajtó, akár a média, akár azok az ellenzéki pártok, akik most elindulnak, hogy ennek a valódiságát, ennek a meglétét, ennek a megtörténtét, amelyiben akarja, azt pontosan fel tudják mutatni. Nem az én feladatom. De, de annyira el... belemerított valamit, a... tisztázzuk, Égen. azzal vádolja Dézsi Csaba jelenleg regnáló polgármestert, hogy nagy nyilvánosság előtt megütött valakit? Igen, ezzel. Van rá bizonyítéka? Azt mondom, hogy megvárjuk és meglátjuk. Ez egy könnyen eldönthető kérdés. Láttam azt a felvételt amin ez megtörténik. Remek újabb videó. Milyen érdekes Győri felvétel. Láttam ezt a felvételt. Meg nézzék, azért nem, nem olyan nehéz dolog, hiszen uh, 300 ember ott van a mai világban nyilvánosan uh, megtörtént dologban, szerintem nagyon sokan ezt csak előkapják a mai világban a telefonon. mi nem láttuk De ezt a hát, felvételt, úgyhogy kíváncsian várjuk. Mm, Másfél-két évvel ezelőtt. És nem indult eljárás? Hát nem, mert senki nem tett semmit sem. Szerintem. Most bejelent? Hát csak maga Dési Csaba foglalkozik az ügyével. Próbál menekülni, az emberek nem segítettek neki, a felesége rosszul lett. Hát ő is kicsi, gondolom, olvassák a sajtót és az ő nyilvános dolgai. Tehát én azt gondolom, hogy ezek. Tehát nem csak attól válik valóban valami valósággá, hogyha egyébként ezek a felvételek, vagy ilyen jellegű felvételek előkerülnek. Az attól is valóság, hogyha mondjuk 300 ember látja, és mindenki látja, hogy mi történik. Tehát Két én azt gondolom, jól, hogy... Így van, de a nyilvánosság ez kevés ahhoz, hogy bizonyíték, de tekintsük valakinek ezt Természetes, én magam láttam. hogy én magam láttam. Ott volt? Én, én, én nem, de, nem, de, de én láttam látom. a felvételt. Értem. Köszönjük szépen. Nézzük, hogy mi a terve Ja, még azon, nem, akkor A győrrel. Azon De túl, jó. hogy a jaktot most elengedjük, és minden felvételt és hasonlókat, Igen. ott tűnt azzal is vádolták, hogy egy klientúrát épített maga körül jogászokból, üzletemberekből. Ők ott vannak most is ön mellett? Nézd, én azt gondolom, hogy a győréket építettem győrért. Tehát akkor, amikor kiragadunk egy-egy vállalkozást, egy-egy olyan a szakmában nagyon jó dolgozó embert, akkor szerintem a túlságosan rövid, rövid ez a sor, hiszen ez a sor egyértelmű, hogy sokkal bővebb, hiszen egészen a mikro és kisvállalkozásoktól kezdve mindenki érvényesülni tudott ebben a városban. Mondhatom azt, hogy az én időmben, az én 13 évem alatt. Hiszen mindenkinek volt munkája, hiszen fejlődött a város, új vállalkozások jöttek létre, munkahelyek jöttek létre. Szerintem egy polgármesternek, hogy ezt a fajta dolgot megtenemtse, hogy ez így működjön, kutya kötelessége. Ez így működött ebben a városban, előre haladott, az emberek élvezték, szerették a város, lokálpatrióták lettek, egyszerűen működött működött a város, és szerettek az emberek ott élni és oda jönni. Van egy olyan ígérete, hogy nem támogatja az akkumulátorgyár megépítését Győr Szent Ivánon. Mit tenne? Mert gyakorlatilag nagyon sokan egyébként kormánypárti polgármesterek is tiltakoznak ilyen beruházások ellen, semmi nem megy át, se a lakossági tiltakozás, helyi népszavazási kezdeményezés, kiemelt beruházás lesz, hogyha már egy ponton túl megy a tiltakozás. Jó, igen, éppen az elmúlt napokban, hiszen járom a várost is, beszélgetek az emberekkel, és egyértelművé vált azt, hogy találkoztam egyébként olyan egyesületekkel, szervezetekkel, akik pontosan azért gyűjtötték az aláírást, hogy ne legyen Szent Ivánon akkumulátorgyár. És akkor elkezdtem beszélgetni velük, én is aláírtam egyébként ezt a papírt, elkezdtem beszélgetni velük, és Igazából ők is azt látják, hogy jelen álláspont szerint, hiszen most már mindent kivettek az önkormányzatok kezéből, azaz ennek az irányítását, és lehetőségét arra, hogy egyáltalán egy ilyen akkumulátorgyárat megakadályozunk, tehát ennek megépülését. Tehát a polgármesternek nem túlságosan sok lehetősége van arra, hogy, hogy ne épüljön meg ez az akkumulátorgyár. Viszont én azt gondolom, hogy ha már ezt az első részét elfelejtjük, hiszen az elmúlt időszakban, amikor ezt a jellegi polgármester megtehette volna, és mondjuk Győrben is arról beszélnek, hogy akkumulátor lesz, gyár lesz, bár nem tudom, hogy lesz vagy nem lesz, hiszen Dézsi Zsaba András egyik pillanatban akkumulátorgyárról beszél, másik pillanatban pedig nem akkumulátorgyárról, tehát már jó magunk sem tudjuk, hogy egyébként Győrben, Szent Ivánon valóban van. akkor... akkor mit tenne ön? Én annyit tennék, hogy amit beszéltem a hölgyel is, hogy maga a Védelmi, e, folyamatos méréseket e, a környezeti e, esetleges károsításoknak a megelőzése érdekében. Ezt tudnám tenni, és erre, erre a természet az önkormányzatnak áldozni Tehát kell. Tehát azt a reményt a ön is történet. feladja, hogy meg Tessék. tudja akadályozni az akkumulátorgyár e, megépítését? Nézze, jelen helyzetben nem lehet megakadályozni. Sí. Tehát aki azt mondja, hogy ezt meg lehet akadályozni, attól még én azt mondom, hogy nem akarok akkumulátorgyárat, azt mondja, az nem mond igazat. Az lehet, hogy egy jó kampányfogás, ez jó, jó, jó történet, de jelen jogszabályi keretek között ezt nem lehet megtenni. És van ennek még, egy, még egyszer mondom, is erre térjünk vissza, a legelején meg lehetett volna. Mindaddig, amíg nem kezdünk ipari területet, amíg veszélyességében nem szülők azokat a területeket, amit egyébként megtett a város. Tehát az elején meg tudtam volna akadályozni. Most már, hogy ezekkel a lépések meg, megtörténtek, nincsen visszaút. Nem lehet megcsinálni. Nem lehet meg... Ha a kormányzat úgy gondolja és úgy dönt, hogy ide igen akkumulátorgyárat fog építeni, ennek nincs lehetősége, hogy egy polgármester ezt megtegye. Na, tud, hát nincs iparipark hivatalosan, lehet, de lehet. ott is megépül, Desem. látja, tehát nem ezen múlik. Na, ezért, mondtam, ezért mondtam, csak levezettem az egész rendszert, hogy most már abban a szakaszban vagyunk, a Győrvárosában is, hogyha akar a kormány ide akkumulátorgyárat építeni, akkor meg fogja építeni. Azt mondta a, szintén a magyar hangnak, hogy van egyfajta revansvágy önben Dézsi Csaba Andrással szemben, de ez nem személyes revansvágy, hanem, hanem, elégedetlen azzal, ami az elmúlt négyes félében fél évben történt Győrben. Most is elmondta, hogy, hogy bezzeg az ön idejében. Mi az, ami, ami, ami másképp működik, vagy rosszabbul működik ma Győrben, mint a borkai érában? Nézzet, ott kezdem, hogy a meglévő megszerzett projektek, hiszen a miniszterelnök úrral annak idején a modern Város programot aláírtam, és több száz milliárd forintnak a fejlesztése jött volna Győrben. Ezt elkezdtük, ezt a munkát, és olyan szinten volt, hogy 19-ben, jobban mondva 20-ban, mikor az új polgármester jött, akkor tulajdonképpen beült volna egy. 99%-ig kész dologba, tehát ezt a munkát kellett volna folytatnia. Ő helyette azt csinálta, hogy mint egy 80-85 milliárd forint értékben már meglévő pénz igazából a kútba dobott. Úgy döntött, hogy nem építjük meg a Nemzeti Színházat, különböző indokok, a Győri Nemzeti Színházat különböző indokokkal. Úgy döntött, hogy a Győr közlekedését nagyban segít új híd és elkerülő megépítés. Nem érdekes, nem építjük meg. Tele olyan olyan projekttel, amelyek már elkezdődtek, mármint olyan szinten, hogy megvolt rá a pénz, ő úgy döntött, hogy nem kell. Hogy miért, ezt meg kell tőle kérdezni, de mondom, a mondva csinál dolgok azok azok, hogy mondjuk a parkoló épült volna ott mellette, de nem olyan parkolót kellett volna megépíteni. Tehát olyan kicsinységen miatt döntött ő úgy, hogy egyébként ez számára, hogy is mondjam, csak visszataszító egy ilyen fejlesztés, hogy inkább visszaadta ezeket. Na Nagyon... ellenzéki vagy kormánypárti jelölt most? Hogy látja magát? Én a győriek jelöltje. Jelölt. Én ezt értem, de hát valóban befogják Ha Megnézzük a csapatomat, amit sikerült összeadni, és most szeretném itt bejelenteni, hogy Két napja, jobban mondva, nem tegnapi napon kaptam meg a bíróságtól, hiszen az Egyesület nevét módosítottuk. Borkaival közösen a Jövőnkért Egyesület. 15 fiatal, ambiciózus hölgy és úr száll harcba egy Egyesület civil keretein belül. Igazából én azt gondolom, hogy mi vagyunk az igazán civil jelöltek, hiszen a eddigi akár polgármester jelöltekről beszélek csak akkor mögöttük mindenki mögött valamiféle párt áll. Egy rövid Igen. mondatban arra kérem, hogy kommentálja Magyar Péter tegnapi állítását, ami arról szólt, hogy úgy fogalmazott az ő ex-felesége, akkor még igazságügyminiszterként, hogy egy maffia kormány van, amiből nem lehet kiszállni. Én ezt nem tapasztaltam. És látják, hogy ha az én példám mutatja, én ki tudtam szállni abból, hogy a Fidesz mellett, vagy éppen a baloldali ö, ö, pártok mellett induljak a Győr polgármesterségért. Ezért mondom, hogy mi valóban egy civil egyesület vagyunk, aki ö, szeretne ebben a versenyben győztesként, ebből a versenyben győztesként kikerülni. Borkai Zsolt Győri polgármester az egykori polgármester volt a vendégünk, miután Dézsi Csaba Andrást nyílt agresszióval vádolta meg, nyilván a mostani polgármester válaszát is várjuk, akár itt ebben a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm